Mi az, amire most egyébként újra rátaláltál? Mondtad, hogy azért itt tényleg nehéz időszakon voltál túl, sérülés, aztán nem tudtad magad visszaverekedni a Fradiba, a klubváltás. Igen, hát jó kérdés. Igazából tényleg szerintem megdolgoztam azért, hogy kijöjjek ebből a gödörből, és tényleg úgy gondolom, hogy ez ennek köszönhető, hogy tényleg felszabadultan játszottam, tényleg azt éreztem, hogy újra bíznak bennem, és ez szerintem nagyon fontos egy játékos karrierjében. Az érdekelne még, hogy konkrétan mit tudnál annak tanácsolni, aki mondjuk egy kicsit hasonló helyzetbe kerül, mint te itt az elmúlt időszakban, hogy kell ebből visszajönni, tehát mire kell figyelni így lépésről lépésre haladva? Neked mi a tapasztalat? Nekem nagyon jót tett az, hogy tényleg egy teljesen új környezetbe kerültem, teljesen új csapatba tényleg, de azt a mai napig tudom állítani, hogy tényleg nagyon segítőkész társaság volt az MTK. Úgyhogy könnyen ment a beilleszkedés. 6 év után váltanom kellett, mert ugye ott már azért eléggé, hogy is fogalmazzak, nem volt túl rózsás a helyzetem. Úgyhogy belevágtam egy új dologba, és hál' Istennek eddig jól jöttem ki belőle. Veled kapcsolatban most lehetett olvasni sok hírt, hogy lehet, hogy újra légiósnak állsz, és majd adott esetben az Arabligában folytatott Dzsudzsák Balázs egyik volt csapatánál. Ennek mennyi a valóság alapja ennek a hírnek? Egyelőre most a válogatottra szeretnék koncentrálni, úgyhogy majd mindent idejében. De összességében most, hogy 31 éves vagy, amúgy nem zárkóznál adott esetben egy légiós karriert olyan értelemben, hogy újra légiósnak állj? Abszolút nyitott vagyok rá.